estét kívánok, köszöntöm az évértékelő nézőit. Mai vendégünk Törő Gábor, a Fejér megyei 2. számú választókerület országgyűlési képviselője. Tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét kívánok én is a kedves tévénézőknek. Egy falsős és nagyon fontos esztendő vége felé járunk. Itt az ideje egy kicsit összegezni, mi minden történt. Azt hiszem, hogy jó dolgokról számolhatunk be, a gazdaság, az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a közlekedés fejlesztés szempontjából mindenféleképpen. Kezdjük talán Székesfehérvárral, bár értelemszerűen nagyon sok vendégünk lesz, aki majd részleteiben elmondja, de nem hagyhatjuk ki, hiszen önnek is komoly szerep jutott abban, hogy a Modern Városok Program eddigi fejlesztési elvei, irányelvei és gyakorlata miként alakult az idén. Azt gondolom, hogy kicsit szerencsésebb helyzetben vagyok, mint aki csak egy településnek a képviselője, mert hisz én Székesfehérvárnak mint egy negyedét képviselem az országgyűlésbe, és még csatlakozik ehhez 28 település, de a Modern Városok Programja azt gondolom, hogy részint a vidéket is szolgálja, mert hisz csak a intermodális városrészre gondolunk, akkor egyértelműen látszik, hogy például a vonatközlekedés össze van vonva az autóbuszközlekedéssel, akkor a vidékieknek is jót teszünk, mert hisz leszállnak a vonatról és átszállnak a buszról, és a város bármely részét el tudják érni. De ugyanez vonatkozik a székesfehérváriaknak is, székesfehérváriakra is, mert hisz az ő logisztikájukat is nagyban kisegíti annak tekintetében, hogy úgy az egészségügyet, úgy az oktatást, vagy úgy bármely szegmensét a településnek, a megyeszékhelynek el tudják érni. Úgy gondolom, hogy ez egy jó hatása van a lakók életére. És ez a dinamikus fejlődés annak is köszönhető, hogy folyamatosan most Székesfehérvár dicséretével van tele a gazdasági sajtó, tekintve, hogy GDP tekintetében ugye a harmadik legdinamikusabban fejlődő térség hazánkban. Tehát a gazdaságfejlesztés is fontos. És az, hogy megtelepednek itt a különböző nagyvállalatok, ez a mostani politikának, a kormánygazdaság politikájának, és nem különben a képviselőknek köszönhető, hiszen ha úgy tetszik, azért nagyon sokat segítenek abban a parlamentben, hogy ez így történjék. Hát igen. 2010 előtt egy 12%-os munkanélküliség volt, most jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy nincs gyakorlatilag munkanélküliség, mindegy 2%-ot írunk, de gyakorlatilag aki dolgozni szeretne, úgy gondolom, hogy el tud helyezkedni, sőt, Székesfehérváron húzó város ebben a térségben, ebben a régióban, hogy munkaerőhiányról beszélhetünk. Tehát meggyőződésem az, hogy az a gazdaságpolitika, amit 2010 óta végzünk, az meghozta a gyümölcsét, mindenki munkához jut, mindenki el tudja látni a családját keresetével, úgyhogy inkább már a béremelés spiráljába kerülünk be. Meggyőződésem, hogy a béremelések területén is elindultunk egy olyan irányba, hogy mindenki jó prosperál és a családját el tudja látni saját munkaerejével. Nyilvánvaló, és itt nem csak Székesfehérvárról van szó, és szűkenvett agglomerációs övezetéről, hanem a teljes megyéről. Tehát az a 28 település nagyon sokat profitál abból, hogy olyan szinten dolgoznak önök, ahogy. Egy kicsit evezzünk a mélyre. Kezdjük talán az oktatásnál, hiszen Székesfehérvár és a megye helyzete is rendkívül jó. Elindultak az egyetemi képzések nagyon magas szinten, és a duális képzéseknek köszönhetően, ahogy ön is mondta, hiszen munkaerő hiány van, olyan szakembereket képeznek, akikre szükség van. Tér a gazdaság egy minőségi gazdaság felé. Tehát amíg 2010 előtt egy összeszerelő ipar állt rendelkezésünkre, addig most már sokkal kvalifikáltabb munkaerőt kívánna meg a piac, országosan is, de Székesfehérvárra ez pláne jellemző. Úgyhogy a duális képzés azt segíti elő, hogy itt akár a mérnök képzés területén is olyan eredményeket érjünk el, hogy azonnal el tudnak helyezkedni, sőt, az itt lévő cégek rácsapnak a különösen kvalifikált munkaerőre, és természetesen a városfejlesztés is az alá dolgozik, hogy az itt lévő kitanított
tanuló munkaerő az itt is maradjon a cégeknél, mert hisz aztán az adóbevétel is származik majd a település megyeszékhely számára. Így van, és folyamatosan fejlődhet. Tekintsünk egy kicsit ki, Mór és körzete. Volt szerencsém az elmúlt időszakban számtalanszor Móron járni, mindig valami szívet melengető dolog történt, hol a gazdaság, hol az oktatás, hol az egészségügy területén. Nézzünk körül Móron, hiszen a Mór fontos nekünk. Ott a Borvidék egy olyan ipari központ, ami leginkább eddig beszállítói központ volt, de megint csak az elmúlt időszak intézkedéseinek köszönhetően ez is megváltozott. Hát úgy gondolom, hogy Székesfehérvár és Mór kéz a kézben jár, mert hisz nagyon sok székesfehérvári jár ki Mórra dolgozni, és nagyon sok móri jár be Székesfehérvárra dolgozni. És ha a fejlesztéseket nézzük, mind az oktatás, mind a kultúra területén, akkor szintén a megyeszékely húzza magával Mórt, és Mórt én nyugodtan nevezhetem 15 ezres létszámával egy ilyen kis tigrisnek, mert hisz be tudja azt mutatni, hogy egy 15 ezres város is tud jól olyan irányba fejlődni, amely rá tud csatlakozni a megyeszékhelyre, Székesfehérvárra. És külön kuriózum, hogy van egy olyan borvidéke Fehér megyének, amely kicsalogatja egy 100 000-es településnek a lakóit is Mórra, és a környező településeket is rá tudjuk erre fűzni. Szerintem a Bakony és a Vértes között egy olyan szegmens alakult ki turisztikailag, amely jó Székesfehérvárnak, de jó Mórnak is, mert Mór saját maga ebből nem élne meg. Igen, és fontos az is, hogy pontosan ehhez kapcsolódva az oktatási intézmények is folyamatosan megújultak Móron, illetve az egészségügyi intézményekről még nem is beszéltünk, pedig a kórház és az alapellátásban résztvevő különböző intézmények is nagyon sokat kaptak az idén. Hát azt tudom mondani, hogy a Móri Kórháznak a felújítása megtörtént, mint egy 1 milliárd forintos értékben, és beintegráltuk a Székesfehérvári Szent György kórházba. Kialakult egy egynapos sebészet, építettünk új mentőállomást, ezáltal természetesen a betegek ellátása sokkal gyorsabb és szakszerűbb lett, így aztán a fontos fejlesztési irány a Szent György Kórháznak a fejlesztése, ennek a fejlesztése több ütemben történik, most is van egy fejlesztés közbeszerzés alatt, meggyőződésem, hogy azt a munkát, amit 2015 az egészségügyben nem végeztek el a szocialisták, azt mi most folyamatosan ezt a lemaradást pótoljuk, és az egészségügyben is olyan eredményeket fogunk elérni, amely a betegek javát fogja szolgálni. Rövidülni fognak a várólisták, és az orvos bérek, ápoló bérek is abba az irányba mozdulnak el, hogy az orvos eláramlást megállítsuk, illetve vissza fognak jönni, és a gyógyítás fejlődni fog. És erre nagy szükség van mindenképpen. Oktatás, ugye az általános iskolák, középiskolák is megújultak Móron. Én ott jártam, nagyon jó volt körülnézni, azt kell, hogy mondjam. Hát nem akarok dicsekedni, az az igazság, hogy Móron szinte minden iskola megújult. A vidéki iskolák Bakoncsernyén, Bodajkon, most Fehérvárcsurgon fog megújulni. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy az oktatás kiszámíthatóvá vált. Nem lesz olyan település Fehér megyébe és Mór térségében sem, ahol különbséget lehet tenni iskola és iskola között. Nagyon jó, komoly fejlesztéseket kap most az egyházi iskola, mint egy 300 milliós fejlesztést, de hát jól tudjuk, hogy Székesfehérváron a Ciszterci gimnázium is mint egy 2,6 milliárdos fejlesztéssel, azt tudom mondani, hogy olyan fejlesztési forrásokhoz jut, ami ez idáig szerintem a 20.-21. században még nem történt. Tehát joggal lehetünk büszkék, mint Székesfehérvárra, megyeszékhelyre, mint Mór és környékére. És egyáltalán nem mindegy, hogy egy-egy helyszínre hogyan jutunk el. Itt jön az egyik olyan pont, amire nagyon-nagyon sok állampolgári panasz volt mindez idáig. Gondolok itt a 81-es útra, aztán az előző kormány által megszüntetett Székesfehérvár-Komárom vasútvonal helyreállítására. Ezért nagyon sokat tett ön. A 81-es út talán a kulcs helyzetben volt. Igen. Tehát a vasútvonalnál visszaállítottuk a személyi közlekedést, nyilván az utas létszámhoz alakítva. Szerintem ez rendben van. A 81-es útnál nekem ugye az ember nem élhet célok nélkül, lakossági igény is volt, választói igény is volt. Kijelöltem magamnak célként, hogy megpróbáljuk négysávosítani a 81-es legalább Mór és Székesfehérvár között.
azt kell, hogy mondjam, hogy ez jelen pillanatban még nem elérhető, de ezért még tenni akarok, dolgozni akarok. Végeztünk egy gépkocsi számlálást a Székesfehérvár közelében, mindegy 10.500, a napi gépkocsi forgalom Mórnál ez 8.500, de Bakonsárkánynál már csak 6.500. A négysávosítást nem tudtuk elérni, de a felújítás szinte most teljes szakaszában most már meg fog történni. Megtörtént a közbeszerzés Mór és Bakonsár között mintegy 1 milliárd forintos értékbe. Ez a felújítás a tavasszal el fog indulni, illetve a Móri bekötőnek a felújítása is megtörténik a vasúti sínekig mindegy 186 millió forintos értékbe, és hát hogy tehermentesíteni tudjuk a 81-es Székesfehérvár vezető szakaszát, így a Söréd-Csákvár közötti szakasz pedig mindegy 1,7 milliárd forintos értékben meg fog történni a felújítása, és bízom benne, hogy el fog indulni majd a tervezés annak érdekében, hogy a 81-est bővíteni tudjuk autóúttá, és ezáltal a balesetveszélyt megszűnése irányába tudunk elmozdulni. Persze ehhez kellenek az autósok is, mert nyilvánvalóan a KRESZ szabályait azért mindenkinek be kell tartani, mert nagyon sok baleset abból adódik. Igen, a türelmet kell, hogy kérjünk tőlük. Beszéltünk a Móri borvidékről, kapcsolódó program, hiszen 28 településről beszélünk, a Mezőföld szívében élünk. Egy kiemelt, Elsimon Lászlóval beszélgettem nemrégiben pontosan arról, hogy ha megnézzük az aranykorona minőséget Fejér megyében, akkor messze túlszárnyalja bármelyik másik megyét. Ez azt jelenti, hogy ez a politikusokra is rendkívüli terhet ró, hiszen az agrárgazdálkodás ebben a megyében, és nyilván a szőlészet borászaton túl is a legfontosabb tevékenység. Székesfehérváron nyilván nem, hiszen ipari térségnek mondhatjuk magunkat, de az a 28 település, akit ön is képvisel, ott bizony a mezőgazdaság alapvetés. Hogyan sikerül az agrárgazdaságban dolgozókat segíteni? Egyrészt ugye a programunkban is szerepelt, és itt most a 4 éves ciklusban azt gondolom, hogy egyrészt sikerült is megvalósítani, a gazdákat földhöz juttattuk. Nyilvánvalóan a Móron ez nem ment egyszerűen, ugye Móron alacsony aranykorona véget, inkább a szőlészet és a gyümölcstermesztés dominál, de például a Székesfehérváron túl Szabadbattyán térségében olyan aranykorona értékek vannak, amely a növénytermesztés fele tolja el a fejlesztéseket. Rendkívül sok géppályázatot írtunk ki, a gazdák mindig időbe jutottak a forrásokhoz, úgyhogy azt tudom mondani, olyan átlagtermések jöttek ki Fehér megyébe a szárazság ellenére is, ami előtt kalapot kell, hogy emeljünk, és bízom benne, hogy a további agráripari fejlesztések is, ifjú gazdák programja és egyebek mind abban az irányba tolják el, hogy a családi gazdaságok tovább fognak fejlődni, és a saját lábakon fognak megállni. Nekünk nagyon fontos az, hogy az agrárágazat nem csak az országot tudja eltartani, hanem az exportban is részt tudjon venni, mert itt a gazdasági növekedéshez nagyban hozzájárul. Ne felejtsük el, hogy a év végére mi 4%-os növekedést várunk, és annak az egyik nagyon fontos szegmense a magyar agrárágazat. Igen, hiszen a megyei közgyűlésnél is kiemelt szerephez jut az agrárgazdaság, gondolom én mondom, hiszen számtalan olyan fejlesztés valósult meg, ahol ugye nem a nyers, hanem olyan feldolgozó üzemek is épültek, amelyek szintén nagyszerűek. Hát meggyőződésem eddig, hogy a magyar agrár ágazatot a tekintetben az fejlettebb uniós országok kihasználták, mert hisz elvitték innen a nyersanyagot, akár gabonába, akár húsféleségbe, majd feldolgozva többszöröséért visszahozták. Nekünk az az érdekünk, hogy a nyersanyagot itt tenyésszük, vagy termeljük meg, és itt dolgozzuk fel, és mi értékesítsük, akár Magyarországon, akár külföldön, abból van a nagyobb profit. Meggyőződésem, hogy mi azon az úton járunk. Nyilván ez nem mindenkinek tetszik, elsősorban a versenytársaknak nem, de a magyar kormány ahhoz mellett áll ki, hogy magyar termesztés, magyar értékesítés. Ugyancsak kulcs szó a kistérségek fejlesztése. Kistérségekre szükség van, kistérségi központokkal, hogy ne legyen magára hagyatott bármely területen is él egy Fejér megyei állampolgár. Hogyan sikerült
ezt a szociális helyzetek tükrében megvalósítani, hogy egyre több kistérségi központ kapcsolódási pontként jelentkezzen? Ma is voltam egyébként kistérségi ülésen Magyar Almáson, és hát egy kistérség mondjuk fel összefog 10-13 önkormányzatot. A 13 önkormányzattal mindig össze tudjuk hangolni azt a tevékenységi kört, amelyre a kistérségnek szüksége van. Gondolok itt a étkeztetésre, az orvosi ellátásra, alapellátásra, a szociális otthonok működtetésére, a rendszeres házi szolgáltatások ellátására van tekintetben, hogy az idősek ellátása településenként. Ezeknek a koordinálására a kistérségek kiválóak. Ez 2010 előtt is jól működött, és most is, és ha a kistérséget ebbe tudjuk támogatni, gépkocsi beszerzésekben, szinte minden település kapott gépkocsit, tudjuk támogatni létszámba, akkor azt gondolom, hogy a kistérségek azt a feladatot, ami egyébként rájuk tartozik, nekik van helyismeretük, akkor nagyban el tudják látni. A kormányzati források, uniós források erre rendelkezésre álltak, ki is használták, úgyhogy én ma kaptam dicséretet Magyar Almáson annak tekintetében, hogy milyen forrási lehetőségekhez jutottak, pályáztak, és ezt használni is tudják. Igen, nagyon fontos a pályázat. A pályázatok rendszeréhez pedig értelemszerűen hozzájárulnak, hogy azért a kistérségi központok ott vannak a kormányablakok fel, a járási hivatalok, és voltaképpen ez egy egységes kerekrendszer. Kellően központosított, illetve mégsem, ha úgy tetszik. Tehát nem egy vízfejről van szó, hanem nagyon is emberközeli ez az egész történet. Hát, ahogy én megélem, mondjuk egy útlevél kiváltással, és ahogy más lakó megéli, eddig ugye az embernek kellett, a választónak kellett, a lakónak kellett menni valahova, most meg hozzájön kormányablakon keresztül az iroda, ha úgy tetszik, felveszik az adatot, majd visszakapja az ő általa igényelt papírokat, akár útlevelet, akár személyigazolványt, akár bármilyen hatósági okmányt. Tehát úgy gondolom, hogy egy olyan személyes kapcsolat alakult ki a kormányhivatalokkal, a kormányablakokkal, a választók között, amely azt bizonyítja, hogy ezáltal tudtunk adót csökkenteni, ezáltal jutott az a lehetőség a lakóhoz, hogy nem kell akár szabadságot kivenni, hogy elérje a kormányablakot, mert egy héten egyszer biztos, hogy oda jut olyan időben is, amikor számára nyitva van. Tehát összességében egy olyan átalakításon esett keresztül a közigazgatás, amely a lakók érdekét szolgálták, és bízom benne, hogy a visszajelzés is azt tükrözi, hogy könnyebbé vált az életük. Ez egy sikeres esztendő volt, sikeres magyar esztendő volt, sikeres volt Fejér megyének, bármely kistérségben ugyanezt elmondhatjuk. Ugyanakkor alig 5 hónap múlva a választás volt. Milyen jövőképet szeretne megvalósítani, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek terveink, és ne csak mindig eshetőségre gondoljunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván az ellenzék sokat foglalkozik a választással, mert mindig más-más a miniszterelnök jelöltje, mi erre, nekünk erre még időnk egyelőre nincsen, mert hisz kormányozni kell az országot a választások napjáig. Még a parlament is ülésezni fog tavasszal is, törvényeket fogunk elfogadni, de azt azért látjuk, hogy mi várható a jövőben. Tehát egy gyors, globális átalakulás zajlik az egész világban, ehhez Magyarországnak is alkalmazkodnia kell. Én tudom azt, hogy 10 év múlva teljesen más irányba megy az ipar akár, csak példaként mondom az elektromos autót, de tudjuk azt, hogy akár egy applikációval már teljesen másképp tudjuk a taxizást elérni, noha ebben még Magyarország meg tudta őrizni a saját piacait, de lehet, hogy 10 év múlva már a Bookingon keresztül fogunk szállást foglalni, és nem tudom, hogy senki nem tudja, hogy mennyi mondjuk utazási iroda tud talpon maradni, csak egy példát, hogy kiemeljek. Minden át fog alakulni. Nekünk mindent meg kell tenni annak érdekében, országgyűlési képviselőnek és a kormányzatnak, hogy dolgozni a választások napjáig, és felkészíteni az országot arra, hogy ebben a hatalmas átalakulásban, versenyben Magyarország élen tudjon járni, és versenybe tudjon maradni,
mindenkinek ez a közös érdeke. Képviselő, köszönöm szépen, hogy megtisztelt, békés áldott karácsonyi ünnepeket kívánok a családjának, mindenkinek. Jó erőt, egészséget, hiszen nincs kétségem felőle, lesz dolga még bőven. Jó magam is áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok. Köszönöm minden szépen. Lakotásunknak. Kedves nézőink, az évértékelőben ezen a napon Törő Gábor volt a vendégünk, Fejér megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Maradjanak továbbra is velünk, nézzenek bennünket, minden jót kívánok, viszontlátásra!